A Hegedűs Szik Kft. Bemutatja. Vizes falak utólagos szigetelése falátvágással, láncfűrészes technológiával. Lakóházak, középületek egy jelentős része szenved a talajnedvességtől. Technikai szigeteléssel végleg megszüntetjük a falak vizesedését. Na de hogyan készül el? Nézzük meg lépésről lépésre. A vakolatot részlegesen eltávolítjuk a fal mindkét oldalán. Megkezdjük a fal szakaszos átvágását. Egy szakasz átlagos hossza 80-90 cm. A vágott rést kitakarítjuk, eltávolítunk belőle minden törmeléket. A korábban méretre vágott szigetelőlemezt behelyezzük a vágott résbe úgy, hogy a fal mindkét oldalán 5-8 cm-t túlnyúljon. A továbbhaladás érdekében a rés mindkét oldalán ékeléssel biztosítjuk a fal stabilitását. Beépítjük a falba az injektáló csöveket is. A szigetelést a következő szakasz elkészítésével folytatjuk. Átvágás után itt is behelyezzük a lemezt, helyükre kerülnek az ékek és a csövek. A lemezeket 10 cm-es átfedéssel helyezzük a falba, ezért a szigetelés folyamatos zárást biztosít. A találkozási pontokon is kiékeljük a falat. Miután elkészült az összes szakasz, a vágott réseket a fal síkjában mindkét oldalon zárjuk. Ez a zárás akadályozza meg, hogy az injektáló habarcs a falból kifolyjon. Habarcs pumpa segítségével megkezdjük a rések teljes kitöltését az injektáló csöveken keresztül. A habarcs egyenletesen elterül a falban. Megszilárdulása után a teher egy részét átveszi az ékektől, így az épület a legszigorúbb statikai követelményeknek is megfelel. A szigeteléssel tartósan megvittük falainkat a talajnedvességgel szemben. Önnek is vizesek, salétromosak a falai. Segítünk! Hívjon minket bizalommal! Hegedűs Szig Kft. 0630 977 6386.